Sziasztok! Pár perc alatt a világ körül. Iránban vagyunk, Sustárban. És hát ezek a gyengéim, ezek a teja, kávé, így az út szélén, ahogy főzik. Ez valami fantasztikus, fatüzeléssel. Kaptunk ebből a kávéból olyan erős, mint a bivaj. Tehát ez a nagyon durva fekete kávé, úgy képzeljétek el, mintha forró csokit innátok. Olyan sűrűsége van. Megiszol belőle egyet, én ma már ittam egyet, meg előtte ittam egy Coca-Colát. Szerintem reggel 4-ig nem fogok aludni. Úgyhogy nézzétek meg, ilyen. Így bugyog, így fő. És ezt én nagyon szeretem. Iránba is, Irakba is, Törökországban, mindenhol. Üzenjünk Paplacinak, hogy ez nem speciality kávé, de szeretnéd, nagyon szeretnéd. Kapok még egyet, nagyon kemény. Az nagyon kemény, nem is kell ebből több. Hogy csinálta Paplaci? Ilyen leszel tőle. Aha, így meg légy szíves. Hát miért, ha én nem alszok, te saludjál. Nem kérem, nagyon erős. Mártika, hát én... Márti. Nagyon erős, így, dalala! No, it's enough. Oké, ez más. Sirin. Ez is? Sukria. Mindegyiknek olyan illata van, hogy inkább nem szagolnám meg. Mi az? Mit iszol? Bedekót. Ez ilyen nagyon édes. Nagyon. Olyan, mint egy sűrű narancsszörp, de forró. Én is kérek belőle. Na, hagyj kérjen. Jó. És azért kardamom van benne. Az biztos látjátok, hogy nem a legtisztább a környék, de egyelőre jól vagyunk. Pedig kézzel esznek, lábbal esznek, kézzel öntenek, lábbal öntenek, olyan piszkosak, szegények, hogy csuda, de még élünk. De mégis valahogy nem kapunk fertőzést, vagy nem tudom. Vagy nekünk van szerencsénk, vagy egyszerűen azt hiszed, hogy koszos, de nem az. Hát... Úgyhogy... Jó, menjünk szerintem tovább, nézzünk itt körbe. Ezt a kortyot még idd meg, és akkor utána... Remélem, hogy az is olyan erős, hogy nem tudok aludni. Körbe mehetünk. De finom. Tudja, hogy van benne kardamom, meg cukor. Valószínű. Ezt lerakom. Oké. Okay. Bye-bye! Sukriya, maszalama! Ő volt a mi kávéosztó vendéglátónk. Megyünk tovább. Sustának az egyik ilyen főtere. Hát van egy pár ilyen körforgalom. És 17 óra 10 van, még mindig 34 fok van. Nagyon meleg van. És ahogy körülnézünk, láthatjátok, hogy csak autó és motor mindenhol. Se bicikli, se busz, se tömegközlekedés. Semmi ilyesmi nincsen, mindenki autóval jár, mert olyan fillérekért lehet kapni az üzemanyagot, hogy bolondok lennének gyalogolni vagy biciklizni. Éppen ezért az utakon annyi autó van, hogy születni kell a túloldalra, vagy ahogy Bodor Gergő barátunk mondta, a helyiekkel kell átmenni. Helyi járattal, most ez egészen könnyen sikerül nekünk, de a túloldal már egy kicsit sűrűbb, és nem túl udvariasak azért. Na, most. Rés a pajzson, mehetünk. Olyan forgalom volt, el is felejtettem, mit akartam mondani. Zöldségárus, rengeteg zölddel. Esztergom műhely, nézzétek meg, ez itt egy szerviz. Egy döbbenetes, hogy mik vannak. Mit mondanánk, hogy Buci Józsi műhelyehez képest egy patyolat? Ja, igen, így van. Jaj, Buci Józsinek a műhelye amúgy is patyolat. Ja, én nagyon szeretek oda járni. De csak a pálinkát ad. Nem. Józsi, szeressük. És nagyon szeretjük Buci Józsit, főleg amióta Mártonkának szólít engem. Ja, villanymotor. Figyeljétek, ezt már láttuk ma. Hát itt a lábom. Ez itt egy ilyen kisebb fajta villanymotor. Ez nem kevés. Hello. No. No.
Tuszi? No? Magyarisztán. Ó! Oh. Na nézd meg, behív a tekercselő műhelybe. Nézzük meg. Itt tekercselik a motorokat. Irani. Hello. Hello. Fine. Thank you. Hoppá. Hello. Félelmetes egyébként, hello, hogy itt még kézzel csinálják a tekercselést, a villanymotorok tekercselését, úgy, mint nálunk 40 éve. De biztos van még olyan szaki, aki ezt a mai napig is meg tudja oldani. De nagyon büszkék rá, hogy ilyen jó dolgokat csinálnak. Igen, abszolút. Bye-bye. Bye. Na menjünk tovább. Nézzük meg. Mit nézzünk meg? Mindegy, mit nézzünk meg. Nagyjából Irán ugyanúgy néz ki, amit mondtam. Tehát onnan kezdve, hogy átléped a görög-török, bulgár-török határt, onnan kezdve a piac az egész világ. Na gyere, próbáljunk itt át küzdeni magunkat a naplementébe. Várja, várja. Ha majd most. Várja még egy kicsit, na most fussunk. Jó, egész könnyen átkeltünk most. Igen, szerintem vége van a délutáni csúcsforgalomnak, mert egy fél órával ezelőtt ennél sokkal nehezebb mutatvány volt. Na, visszatérve az üzemanyagra, mert azt beszéltük, hogy milyen olcsó, meg sok minden olcsó. 4 napot töltöttünk eddig Iránba, nagyjából 25 dollárt tudtunk elkölteni üzemanyagra, ételre, belépőkre, nem is tudom, mindenre. Jó, szállás nekünk nem kell, mert ott van a mi szállásunk, a Land Cruiser. Igen, így van, viszont üzemanyag kell bele. Üzemanyag az kell, azt toljuk neki rendesen. Ma például tankoltam az egyik úton, mivel nehéz gázolajat szerezni, ezért mindig úgy vagyok vele, hogy amikor van egy komolyabb hely a Land Cruisernek az üzemanyagtartályba, akkor én töltök bele. 42 liter tankoltam az üzemanyagot, gázolajat, és mit csináltak? Azt mondták, hogy nem kell kifizetni, menjünk. Igen, de ehhez azért azt is tudni kell, hogy itt csak a teherautók tankolnak gázolajat, és mindig olyan kútra kell menni, ahol látunk teherautót, mert egyébként nem kapunk gázolajat, és ott is azért kérni kell, szívességet kell tőlük kérni, hogy adjanak már egy kicsit, tankoljanak a ő kontójukra. Nem tudjuk igazából, hogy mi ez a kártyarendszer, de eddig még majdnem mindig kaptunk. Mutasd meg azt a benzinkutat Magyarországon, ahol 42 liter üzemanyagot odaadnak puszira, hogy mehetsz utána tovább. Nincs olyan. Nincs. És még azért hozzátartozik az üzemanyaghoz, hogy elnézést kérek mindenkitől, akinek azt mondtam, hogy 3 forint 40 fillér a gázolaj, mert én is ezt hallottam, de hát ez nem igaz, 48 forint egy liter gázolaj, a benzinettől egy kicsit több, nem tudjuk mennyi, de azt mondták, hogy a gázolaj gázolaj a legolcsóbb. Nézd már, nem forog a nyelvem ettől a kávétól. Viszont még jöjjünk vissza megint ehhez a pékséghez, ahol ezt készítik ezeket a most már automatikusan ezeket a tésztákat. Az előbb itt megálltunk csak egyszerűen megnézni, hogy milyen érdekes, amit itt csinálnak. És beszéld el, hogy rögtön kaptunk 2 lapot. Kezünkbe igen, nyomták, hogy kóstoljuk meg. Pénzt persze nem kértek érte, úgyhogy jól laktunk ma is. Tehát fantasztikus hely, nem csak Irán, tehát megint azt kell, hogy mondjam, hogy az Európa Unió határától délre, vigyázz Márti, tehát az Európa Unió határától délre és keletre, meg a Middle East-be olyan szintű, tehát nem is tudom, olyan nagyszívű emberek vannak, olyan kedvesek, nem kell ott állni, meg kunyarálni, semmi. Ahogy arra jársz, abban a pillanatban megkínálnak. Mi a mottónk? Egész Irán mosolyog. Ja igen, így van. Na azért megmutatjuk még ezt a sustárban ezt a vízátemelős. Víztározót. Tessék? Víztározó. A víztározó, igen. Hogy innen is lehessen látni, hogy milyen sok kis vízesés van benne, ami egyébként a filmből kimaradt, mert ahová bementünk arra részre, a belépős részre, onnan nem lehet annyit látni, mint innen. Viszont információkat meg bentről tudtunk szerezni, mert internet 9,
Wikipedia Mind. Mártipédia az itt nem működik, sajnos. Úgy, ahogy kellene. Menjünk tovább, most már 10 percnél járunk, de most már csak egy fél perc, ezt viszont még meg kell mutatnunk. Irára jellemző ez a Poseidon zöld, vagy türkisz kék, mindenki dönts el magának, hogy milyen szín. Olyan színű csempézett épületek, mecsetek. Egyszerűen fantasztikus. Tehát amikor azt mondom, hogy az Emirátusokban nagyon szépek a mecsetek, meg Ománba, mindenhol más persze a világban, de Iránba talán az egyik legszebb. Hát Iránra jellemző, igen, hogy minden ilyen épületet a régmúltban mozaikkal, leginkább ezzel a színkombinációval díszítettek és építettek föl. Szóval csodálatos építmények vannak, csodálatos emberek mosolyognak. És aki megmondja, hogy milyen számsor van odaírva, annak gratulálunk. Azt kaptam egy olyan kávét, egy ilyen nagyon durva kávét, a hazaérünk. Úgyhogy sziasztok, puszi pacsi! Sziasztok! Majd még jelentkezünk!